induljunk Ercsibe. Szia Anna! Szia Marcika! Szia! Meg is érkeztünk! A legújabb DMS adásunk helyszínére, és akik nézik a sorozatot, azok pontosan tudnak két dolgot. Egyrészt, hogy ebben olyan magyar cégeket mutatunk be, akik valamiféle különlegeset hoztak létre, mi ez, légidíjadó? Szóval, akik valamiféle különlegeset hoztak létre, és éppen ezért a DM felkarolta őket, hogy elindítsa ezeket a cégeket a világhódító útjukon. A másik, amit tudni kell ezzel kapcsolatban, az pedig az, hogy ezeket a részeket sosem egyedül készítem, hanem egy rég nem látott, nagyon-nagyon jó baráttal, Robival! Hello! Úgyhogy hatoljunk be. Mi ez a hang? Ezt hallottad már eddig? Hallottam az előbb, valami, gondolom, százhalombattai erőműnek most van valami riadó, de most mondta be, hogy riadó, ez csak próba. És ide jöttünk egészen konkrétan a Bioponthoz, amiről azt kell tudni, hogy ez az egyik legnagyobb bioélelmiszereket gyártó magyar cég. Annyira nagy, hogy hívják az utcát, amiben vagyunk? Biopont utca 1. Biopont utca, igen. Tehát, hogy van egy saját utcájuk. El van nevezve róluk, tök hivatalos. Bevegyünk, mi az, kuvasz? Hol vannak a gazdik? Hozd ide a gazdikat! Hozd ide a gazdikat! Jó, hát ez annyira inkább egy ilyen nyuszi kutya, nem? Tehát, hogy nem van a házőrző, mint inkább nagy, aranyos és szőrös. Várjál, figyelj, van ott egy kis gond. Már megint. Figyelj, felveszek az egészet kintről. Mindig belefutunk ebbe a problémába. Mindig belefutunk ebbe a problémába, ezt hogy fogjuk áthidalni? Hát szokás szerint. Megnézzük, kijövünk. És elmondjuk. És elmondjuk, hogy mit láttunk. Na hát, nagyon érdekes volt, bárcsak láthattátok volna azokat a dolgokat, amik nem lehet elmondani őket. Egész végig készültem, hogy hogyan fogom leírni, de egyszer nem tudom elmondani. Arra a részre gondolsz. Figyelj, az olyan volt. Vajon bunkosság megérkezni valahova és azonnal áramot koldulni tőlük? Hello! Szia! Nincs valahol egy konnektorotok? De ciki! Ugye, de kínos! Szóval, hogy 1997-ben hoztad létre a céget, igaz? Igen, nakkortáj dolgoztam egy természetgyógyász klinikán, ahol dolgoztam az orvosi rendelőben, ott annak az alsó részén nyitottam egy kis bioboltot. Tehát ez az egész, ami itt van, meg még ezen túl is van néhány helyszínetek, ez egy kis bolttal indult. Hát ez igen, ez azzal indult, hogy kibéreltem egy körülbelül 60 négyzetméteres helységet, hogy csinálok egy kis vega éttermet és bioboltot, és volt pár ötletem, hogy mi az, amit majd én fogok csomagolni, és igazából még annyi pénzem se volt, hogy polcot csináltassak, tehát a pultra volt pénzem, hogy megcsináltassam a pultot. Ehhez képest mennyi volt az árbevétel tavaly? Hát több mint 2 milliárd. Nem tudom, mi készül, hát kell töltözni, le kell venni a jegygyűrűt. Na, hogy van egy saját molnár, ugye? Itt vagyunk a malomban, és a malomhoz kell egy molnár is, úgyhogy meg kell keresni a molnárt, hogy menjen a malom? Molnár! 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 Most viszi ki a malomköveket, mindjárt jön. Közúton érkezik be a kukorica, letisztítjuk. Utána töretjük, aprítjuk és osztályozzuk. Van egy törőgépünk, szétropontja a kukoricaszemet, utána tovább osztályozzuk és újra aprítjuk. És a nagyból csinálunk sok apró kicsi terméket és szépen szeporáljuk, osztályozzuk. Régen úgy mondták, hogy egy jó koptatás egy fél ölvés. Ez a buzára volt igaz, kukoricára is igaz, de azzal lényeg, hogyha jól osztályozzuk, tisztítjük a gabonát, utána szebben termelünk, szép terméket kapunk. Soha nem terveztem, hogy legyen egy nagy cég, és hogy soha nem láttam, hogy ez mekkorává tud nőni. És ez igazából jó, hogy ekkorává nőtt? Vagy annyi stresszel jár, hogy így néha visszasírod azt a kis üzletet? Nem sírom vissza igazából, szerintem ez elkerülhetetlen. Ez nem én növesztettem nagyra, vagy mi növesztettünk nagyra, hanem egyszerűen a piacnak ekkora a szüksége. Köszönöm.
Hadd kérdezzem meg, hogy nem csak ilyen bio dolgokat készítetek, ugye, hanem ilyen mentes dolgokat is. Igen, igen, nem minden bio. Mi a legmentesebb? Hát azt hiszem azért a ropi. A ropi? A ropi a legkelendőbb, a gluténmentes ropi, amit most nagyon-nagyon szeretnek. És ezt meg lehet kóstolni? Meg, igen, igen. Kóstoljunk minden mentes ropit. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen annak az íze, amiben nincsen semmi. Ugye, mutatom. Jó, mitől lesz bio egy ropi? Van például bio ropitok, igaz? Van, az van. Miben más, mint egy sima ropi? Hát ez attól más, hogy az összes alapanyag, ami benne van, az minősített bio gazdálkodásból származik. Maga az összetevőkbe is bizonyos anyagokat egyáltalán nem rakunk bele, aromákat nem rakunk bele. De jó, így kezdődik a ropi! És az a baromi jó ebben a melóban, amit mi csinálunk, hogy az ember folyamatosan rácsodálkozhat a világra, szóval gyerekkorunk óta esszük a ropit, de én még sosem láttam, hogy hogyan áll az össze, és nyilvánvalóan, hogyha lett volna bármennyi eszem, akkor feltételeztem volna, hogy egy ilyen nyúlós tésztával indul, de mostanáig nem tudtam, most viszont már látom is! Ez most a biopontnak talán az egyik legnagyobb reménysége. Tényleg nagyon sok országba adjuk most már el. Nagyon szeretik az emberek, és nem lehet megmondani róla, hogy nem egy hagyományos ropi. És nyers tésztából indul, és tulajdonképpen egy sütőn keresztül, miután ki van formázva, megsül, el van darabolva az a sok csík, és utána kerül csomagolásra. Ötleteltünk így együtt, hogy milyen rostokat próbáljunk ki, ami bioba engedélyezett, viszont anélkül nem állna össze, mint ropi. És itt tök jó meg lehet nézni azt a pengét, amit szereteli, és azt a részét, ahol hozzákerül a só, még sütés előtt. Amit mindenki lát a ropin ezeket a csíkokat, hogy az nem dizájnelem, sokan nem tudják, hanem a rácsnak a nyoma, hogy benyomódik a rács, és utána úgy sül meg a ropi. Meleg! Mert hogy ez itt a kemence, ott bekerül a nyúlós ropi, ott meg kijön a sült ropi, és ezen a szakaszon, ezen a hosszú szakaszon, ilyen nagyon hosszú szakaszon, de még kicsit sül, de még kicsit sül, és most már ropi. Nagyon jó! Tényleg, nem mondanád meg, hogy minden mentes. És itt a ropinál tényleg az történik, hogy kézzel válogatják őket egyenként, hogy ne legyen benne törött ropi. Aztán utána zacskózzák, szállítják, mi megveszünk a boltban, belevágjuk a táskánkba, hazamegyünk, kivesszük belőle, odaadjuk a gyereknek, és hát addigra már 1000 törött ropi van benne. Legkésőbb akkor, amikor a gyerek a kezébe kapja, összetörik. De itt még patent! Tudod mi ez? Tudom, Indiana Jones. Itt rejtett el a frigyládát valahol! Eldugták. Új-Zélandra megy ez? Új-Zélandra. Mert hogy hány országgal kereskedtek? Hú, nagyon-nagyon sokkal. Hát majdnem az összes EU-s országgal. Új-Zéland, Dél-Korea talán a legkülönlegesebb ország. Új-Zéland meg Dél-Korea, miért innen rendel bioélelmiszert, és miért nem egyszerűen neki otthon elkészíteni? Mi az, amit ti tudtok, és ők nem? Hát a receptúrák azok nagyon fontos know-how-ja a biopontnak, és hát azért gondolom ott a gyártási költségek, ilyesmik jóval magasabbak, meg egyszerűen ki vannak találva a termékek, ehhez kellett a sok év. Beérkezik zsákba a köles, nedvesítve van, és utána pedig az extrudálási folyamaton megy át, aminek a végén, mint kölesgolyó hullik ki a gépből. Itt egy olyan erős nyomást kap maga a köles, hogy amikor kér a levegőre, akkor fölrobban. Hogy került a képbe a DM? Velük hogy álltatok össze? Ez egy nagyon érdekes történet egyébként. Ugye ültünk a kis bioboltunkba, címkéztük a termékeket, és
És akkor egyszer csak odajött egy hölgy, meg egy férfi, és mondták, hogy ők a DM-ből vannak, és esetleg tudnék-e szállítani, hogy őket érdekelni. És akkor itt persze teljesen meglepett. A legelején megkeresett a DM egy évvel azután, hogy indítottad ezt a dolgot, és az első matricázások megvoltak, bejelentkezett a DM. Ez olyan, nem, mint amikor egy fiatal színész megérkezik Hollywoodba, vagy fedezik fel, és egy évvel később egy producer, aki nagy filmeket rendez, és szerencsés esetben nem a Harvey Weinstein, szóval, hogy észreveszi, hogy basszus, gyere hozzám, és kezdjünk el együtt dolgozni. Igen, egy nagy filmen. És itt fogunk csinálni egy saját micsodát, Köles? Lesz egy saját receptúránk Robival. Ez lesz a csabai zűköles. Csabai köles. Kolbászos. Piros paprika, vörös hagymapor, paradicsom, bor, szegfűszeg, kömény, kurkuma, fekete bors, fokhagyma, fahéj, csili. Pisztácia elfogyott, csokoládé nem is volt. Milyen ízűt szeretnél? Nem tudom én, hogy milyen ízűt szeretnél. Szegfűszeg az legyen benne, nem? Figyelj, a fahéj és a fokhagyma. A kurkuma menjen bele. Jó. Csilipor. Ugye? Pikáns! Mondjuk, most hogy fölmert az orromba? Nekem is tisztogni kell, amióta megkaptam. Az orrodat is tisztítsa! Megvan az utolsó is! Egy! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és fél. Majd kitalálunk erre valami sorsolást, hogy most találjuk ki? Mindenki, aki igényt tart Magyarországon karácsonyi golyóira, akinek szüksége van rá, az Facebookon írja be a videó linkje alá, hogy én kérek egyet. Na hát figyeljetek, ez a mai adás ennyi, hogyha érdekel titeket a Biopontnak a története vagy a termékei, akkor a videó alatt megtaláljátok a DM-nek a linkjét, és ott izgalmas izgalmakkal szembesülhettek. Ez már sajnos a miénk, amit majd valahogy kisorsolunk. Jelezzétek Facebookos kommentben, ha halált megvető bátorsággal, vágynátok valami ilyesmire. Sziasztok! Bye!